A DC tovább folytatja a női közönség meghódítását, miután rájöttek, hogy a Bombshell termékeikért az egész világ megőrül. Realizálták, hogy eljött a női hősök ideje. Wonder Woman idén 75 éves, tavaly elindult a Vixen animációs websorozat, amit idén a Teeny Szuperhősök követett, melynek első filmje idén szeptember közepén jelenik meg Magyarországon. Supergirl tévés térhódításával pedig teljesen egyértelművé vált, hogy a következő szuperhős nem más lesz, mint Superwoman! De ki is ő? Augusztus 10-én szerdán jelent meg a Superwoman első száma, melyben a DC folytatja új hagyományait és női hősöket tesz meg a középpontba. Most, hogy az egyik új zöldlámpás nő lett, és Batgirl népszerűsége pedig az egeket veri, végre eljött az idő, hogy a gyengébbik nem is kapjon egy olyan erős, sziklaszilárd képviselőt, mint Superman maga. És ki más is lehetne alkalmasabb erre a feladatra, mint Lois Lane? Bár ez az első sorozat Superwomannel, de nem az első alkalom, hogy a karakter megjelenik Lois Lane alakításában. Még 1943-ban az Action Comics 60. számában öltötte először magára a jelmezt Lois Lane, miközben arról álmodott, hogy egy Supermantől kapott vérátömlesztés következtében szuperképességei lettek. Ebben a vadonatúj 2016-os sorozatban kult szerepet játszik még Lana Lang is, aki annak idején óriási szerepet vállalt abban, hogy Clark Kent tökéletesítse szuperképességeit, mint Superman. Éppen ezért miután Lois Lane megkapta ezeket a különleges képességeket, ki máshoz is fordulhatott volna baráti jó tanácsért, mint Lana Langhoz. Kis Lana Lang? Ő egy született farmer, képzett szerelő. De ma már ő a Daily Star sztárképernyőse. És ha azt hinnéd, ez a történet pikantériája, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak. Ez még mind nincs semmi. Ugyanis a valódi ínyenc falat itt az, hogy ki Superman. Akár hiszed, akár nem, Superman ebben a történetben nem más, mint Lex Luthor, akinek van egy harci ruhája és egy LexCorp nagyságú harci cirkálója. Ám a galiba akkor fő ki, amikor mindez elszabadul. És ez úgy hangzik, mint egy feladat, ami Superwomanért kiállt. Amit igazán élveztem ebben a történetben, az azt hiszem mindenféleképpen Lois és Lana közös jelenetei, amiben volt rengeteg kémia, ahol érezni lehetett a kettőjük köz kialakuló kapcsolatot, ami elszórakoztatott annyira, hogy valami újat csempészen a Superman mitológiába és mindabba a világba, amit számunkra ez jelent, miközben megőrizte az S szimbólumnak a lényegét, és igazából, amit nagyon-nagyon élveztem ebben a történetben, még akkor is, hogyha a rajzok nem kifejezetten tetszettek, az pontosan az volt, hogy mennyire tökéletesen kihangsúlyozza azt, hogy az S betű a reménynek a szimbóluma, és hogy erre épít fel mindent, és hogy ez a két nő is a reményt igyekszik szimbolizálni, míg Lex Luthor egy egészen más, talán inkább szokatlanabb Supermant igyekszik hozni, aki veszélyes, de nem annyira veszélyes, hiszen ez nem az a veszélyes Lex Luthor, akit mi ismerünk. Ő veszélyes abból a szempontból, hogy technológia van a kezében, hogy lehetőségei vannak olyan dolgokat elkövetni, amik veszélyesen is elsülhetnek abban az esetben, hogyha rossz kezekbe kerülnek, de összességében ő itt most egy pozitív karakternek tűnik. Azt is megtudtuk, hogy az Action Comics ezen a héten megjelent számát is érdemes elolvasni, mielőtt belekezdenénk ebbe a történetbe, valamint azt is megtudtuk, hogy honnan származik a Superwomannek a képessége. Ehhez pedig vissza kell mennünk néhány hónapot az időben a Final Days of Superman című történethez, melyben megtudjuk, hogy egy kryptoni szolár energiaforrástól kapták az energiájukat, és mind a kettőjükre egészen más hatást gyakorolt. Úgy tűnik, a DC újjászületés minden történetében kiemelt szerepet kap az együttműködés a csapatban való játék. Hiszen akárcsak a zöldlámpások esetében, ugyanúgy Superwomannek is csapatban kell együtt dolgoznia, nem azért, mert rá van szorulva, hanem sokkal inkább azért, mert csapatban jobb. Számomra minden biztatóan alakult egészen az utolsó oldalig, amikor is jött a nagy fordulat, amit egyszerűen nem tudok hova tenni, mert teljesen kiábrándított, teljesen megrázott, és igazából nagyon-nagyon nem örülök annak, hogyha ez lesz az irányom, be akarják tolni a történetet, ugyanis ez körülbelül minden szempontból ellene szól annak, amiért én ezt a történetet olvasni szeretném. De még talán jól is elsülhet. Kár volna előre ítélkezni a medve bőrére. Nem igaz? Na ennyi Superwomanről, és ha olvastátok a történetet, akkor mindenféleképpen osszátok meg velem véleményeteket, illetve azt, hogy benneteket milyen női szuperhősök hoznának lázba, illetve hogy olvasnátok-e a Superwoman történetét abban az esetben, hogyha ez egyszer, ne adj Isten, valamicsoda folytán magyarul is megjelenne. A DC legyen veletek, és popkultúrában gazdag hetet kívánok!